Weber Róbert 4 éve zongorázik, már többször járt versenyeken is. Azt mondja, talán Mozartot szereti a leginkább. A zongora hangja már gyerekkorában magával ragadta. A zongora az nekem olyan nagyon szépen hangzik az a hangszer, nagyon jó lehet rajta játszani. A szabadkai versenyre Jean-Philippe Rameau tamburin és Dmitri Dmitrijevics Sosztakovics valcerével készült. Vajdaság több településéről mintegy 70 diák érkezik Szabadkára, hogy bemutassa tudását és tehetségét. A fesztivált tavaly először szerveztük meg, akkor csak az iskolán belül, tehát csak az iskola növendékei vettek részt a versenyen. Az idén viszont kibővítettük, és meghívtuk a környékbeli általános zeneiskolák képviselőit is. A rendezvény elsődleges célja az, hogy azok a fiatal zongoristák is bemutatkozhassanak és sikerélménnyel térjenek haza, akik nem tudnak rangosabb versenyekre eljutni, mondta Sóti Szobonya Emőke zsűritag. Ha valaki szorgalmas, és valaki intelligens, és okos, és dolgozik, akkor biztos, hogy azt az átlagos produkciót el tudja érni, amit mondjuk a nagy versenyeken észre se vennék, és itt viszont sikeresen fog szerepelni. A fesztivál ünnepélyes megnyitója ma 18 órakor lesz a Zeneiskola hangversenytermében. A rendezvény legjobb produkcióit a zsűri díjazza, és a legsikeresebbek vasárnap a Szabadkai Városháza dísztermében egy koncerten mutatkoznak be a nagy közönség előtt.